Így legyen, vagy így legyen. Fekve? Jó van, akkor mehet. Ti most szórakoztok velem? Ez siralmas. De várjunk, most akkor mi van? Maradjál már csöndbe! Kezdhetem? Jó, tehát. Eredetileg India lettünk volna, de az nekünk annyira nem is tetszett, és szerintünk nem is olyan kreatív, úgyhogy bár ezt elérte rólunk az iskolában, végül csak egy pletyka lett belőle. Aztán elkezdtünk gondolkodni, hogy mi is legyen a témánk, és nem szerettünk volna semmilyen sablonosat. Tudjátok, eltűnik valaki, vagy egymás ellen harcolunk, ezért valami újat szerettünk volna. Nem is tudom, hogy jött először szóba a pletyka. Tudod, ebben az iskolában... Ja, igen. Tehát, ebben az iskolában még a falnak is füle van, és ezt mindenki tudja. Ebből jött az ötlet, hogy legyünk 11A pletyka. Ez pedig itt a filmünk. Nézzétek! Történetünk egy borongós szeptemberi napon kezdődött. Reggel mindenki bejött az iskolába, természetesen első útjuk hozzám vezetett. Sziasztok, én vagyok. Engem mindenki ismer itt és nagyon szeret. Mondjuk ezen nem is csodálkozom. De most nem is rólam van szó. Gyertek, hadd meséljek nektek valamit. Történetünk az egyes teremben kezdődik, itt lakik a 11A osztály. Nem éppen mintaosztályok közé tartoznak, sőt, a kedvességet még hírből sem ismerik, és a szerénységet sem róluk nevezték el. A pletykálkodásban olimpiai bajnokok és egy jó balhénak mindig örülnek. Na látjátok, egy átlagos nap így néz ki nálunk. Voltak itt elég furcsa alakok, mint például Bence. Ő itt a vagány, ő itt a menő, a Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Ő a Roland, Szakonyi Roland, ő itt a legnagyobb király. Balázs. Veronika. I'm a nasty girl, fantastic. Este culo natural, no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gila a mí me la mastic. I'm a nasty girl, fantastic. Este culo natural, no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gila a mí me la mastic. Kávé helyett sokszor inkább egy jó szaftos pletykával indították a reggeliket. Éjjel-nappal kiszúrtak egymással, de ezzel nem elégedtek meg, sokszor még a tanáraikat is kihozták a sodrukból. A rosszabbul sikerült dolgozatok után még a tanáriba is beszöktek. Sőt, egyszer még engem is megloptak. Yeah!
Nem telt el úgy nap, hogy valamelyikük ne az igazgatóiban kötött volna ki. Ezek a gyerekek egy dologban viszont nagyon jók voltak. Folyamatosan csak buliztak. Arra viszont még senki nem gondolt, hogy ez a buli után minden meg fog változni. A buli utáni reggelen Rogács úr nehezen tudott felkelni, de egyből teljesen ébren lett, amikor meglátta, hogy egy vadidegen kiposztolt róla egy képet a tegnapi buliról. Dühösen rohant be reggel az iskolába, elhatározta, hogy kideríti, ki áll a dolog mögött. Nem, most ilyen vitaminkúrán vagyok, hogyha nem nő ki a kanyám, azt mondjuk, hogy beültet. Jó, van. Srácok, igen nagy a baj. Mi a baj, Rogács úr? Azt történt. Hiába gyanakodtak egymásra, senki nem vállalta magára a tegnap történteket. Ekkor ismét megcsörrent a telefon. Egy újabb kép került ki, így már biztosan tudták, hogy nem az osztály tagjai állnak az ügy mögött. Sokat gondolkoztak és beszélgettek. Végül arra jutottak, hogy más nem lehet, csak az osztályfőnökük. Azonban nagy meglepetésükre neki sincs köze az ügyhöz. Egyre tanácstalanabbak és elveszettebbek voltak, emellé pedig egyre gyakrabban kerültek ki róluk képek. Az iskola folyosóin már kinézték őket, és összesuktak a hátuk mögött. Megelégelték ezt, és megfogadták, hogy bármit megtesznek, hogy kiderítsék, ki áll a történtek mögött. Ones to blame. Speaking of the young, as if we killed someone, but we don't need your guns. We're all too busy on the run, trying to be someone. The kids are coming. The kids are coming. The kids are coming. The kids are gone and the kids are running, the kids are gone.
for you. Boom, 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 boom